Tisztelt polgármester úr, itt vagyunk a Mátyásföldi országzászlónál. Milyen esemény előtt állunk? Hát október 6-a van, és így az október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk, ugye nemzeti gyásznap van a mai nap, és ennek az előkészületei folynak itt a hátam mögött. Egy csöndes, rövid megemlékezést fogunk majd itt tartani, ahogy az önkormányzat minden évben szokott. Reméljük, az eső is megkímél minket. És mi minden történt az elmúlt időszakban? Sok minden történt, ugye ilyenkor ősszel mindig az átadó ünnepségek vannak, hisz elkészülnek a nyáron vagy a tavasszal megkezdett munkák. Így például elkészült az egy óvoda felújítási programban az óvoda, a Szent Korona utca 98-100 óvodának a belső felújítása. Ugye ezt korábban a tavalyi évben ennek az óvodának volt a külső felújítása, most a belső felújítása, teljes elektromos hálózat, a teljes gépészet csere, új kazán, új burkolatok, falburkolat, padlóburkolat, tehát egy nagyon szép beruházás készült el, ennek volt átadó ünnepsége. Aztán ezen kívül elkészült, amit én legjobban vártam, ha lehet ezt így mondani, ebben az évben egy újabb környezettudatos beruházás a 16. kerületben, a Ciráki utca óvodában, amellett, hogy felújítottuk a vizes blokkokat, amellett egy úgynevezett szürke vizet használó rendszert is üzembe állítottunk, tehát hogy a csapnál, ha megmosák a gyerekek a kezüket, amivel lefolyik a víz, azt gyűjtjük, és utána azzal húzzuk le a WC-t, tehát így nem egyből a csatornába megy, hanem egy tisztítás után a WC-t is lehúzzuk, így kétszer használjuk azt a vizet, úgyhogy többen is mondták, hogy eddig is pazarlás volt ivóvízzel WC-t öblíteni, hát most nem ivóvízzel öblítjük a WC-t, hanem egy újra hasznosított vízzel, úgyhogy ez a munka is elkészült, ezt is átadtuk. Aztán a Baross utcai óvodának az udvara is elkészült, ami egy nagyon nagy óvoda udvar és egy nagyon nagy beruházás, több mint 100 millió forintot költöttünk az óvoda udvarra, de nagyon szép lett. Ott még a szülők még össze is jöttek, különböző rendezvényeket tartottak, amivel a óvoda alapítványához gyűjtöttek pénzt, amivel utána kisegítették ezt a munkát. Jó, hát leginkább a játszóeszközök vásárlásához adtak támogatást, de ott új és felújított játszóeszközök, meg a teljes udvar megújult, úgyhogy ez is egy nagyon szép beruházás volt. És ha jól tudom, akkor nem sokára meg fog nyílni majd a Bökenyföldi út is. Erről mit tud polgármester? Hát ugye ez nem egy kerületi önkormányzati beruházás, hanem egy fővárosi önkormányzati beruházás. Én úgy tudom, hogy október közepe, de lehet, hogy harmadik hetére lesz két irányosítás megcsinálva. Ugye a járdaépítésnek a határideje október vége, úgyhogy véhetően addigra teljesen kész lesz ez a projekt, legalábbis én nagyon reménykedem benne. De ezen kívül még sok minden volt, mert ugye volt a kertvárosi vigasságok, ami egy rendkívüli, ugye a kerület ünnepe és háromnapos ünnep szeptember 20-ától 22-ig volt, péntek, szombat, vasárnap rendkívül jó koncertekkel. Hál' Istennek ott jó idő volt, nem úgy, mint tavaly vagy tavaly előtt, amikor az egészet elmosta az eső. És volt megint Ötfalu viadala, az Ötfalu viadalát most Mátyásföld nyerte, és sok mindent kértek a mátyásföldiek, de talán mindegyik olyan dolog, amit lehet teljesíteni, úgyhogy erről majd a jövőben beszámolunk, amikor a teljesítés is megvalósul egy éven belül. Aztán ezen kívül volt honvédelmi nap, most a hétvégén egy családi nap a kormányhivatal, illetve a honvédség szervezésében, ez mindig együtt van, illetve most először volt honvédelmi nap a reptéren. Tavaly volt honvédelmi verseny az iskolások számára, most meg idén másodszorra megrendezte a kormányhivatal Szurmai Sándor emlékére ezt a honvédelmi verseny. Nagyon jó sikerült, rengeteg gyerek, több száz gyerek vett részt a versenyben, és akkor utána tegnapi napon volt a honvédelmi családi nap, meg koncertek, hát ezt viszont elmosta az eső. Akik ott voltak, nagyon élvezték, be lehetett mászni a T-72-es tankba, harckocsiba, bocsánat, és egy csomó mindent ki lehetett próbálni, be lehetett mászni a harci helikopterekbe, tehát tényleg egy nagyszerű nap volt, remélem jövőre jobb idő lesz, amikor majd ezt megszervezzük, ezt a rendezvényt. És ugye október 1-e az idősek világnapja, meg egyben az én születésnapom, úgyhogy mindig mondom az időseknek, hogy egy idősek vagyunk örökké. Idősek világnapját is megünnepeltük egy méltó ünnepséggel, az Erzsébet-ligeti színház tugig volt, és utána egy kis ajándékkal kedveskedtünk, ahogy minden évben szoktunk az időseknek. Idén azt mondták, hogy nagyon jó volt a műsor, úgyhogy jövőre is ilyen műsort szeretnének, úgyhogy majd igyekszünk a jövő évben is hasonló műsort alkotni. Ezzel egy időben október 1-én nyitott egy nagyon jó kiállítás a Tóth Ilonka házba, október 31-ig látható a Egy akaraton című kiállítás. Ez 6 darab filmet jelent, amit egy ilyen kis szemüveggel lehet megnézni, és nagyon jó, mert 360 fokban van a film, tehát bárhova tekint az ember, miközben nézi a filmet, akkor a körülötte levő dolgok történnek, és persze 1956-ról és a hozzá kapcsolódó eseményekről van szó. Van
például videófelvétel ugye a Vörös Csillag leveléséről, de van például a vallatásokról is videófelvétel. Bárki elmehet ide a Tóth Ilonka házba, és a hónap végéig megtekintheti ezt a kiállítást. Ezt a terrorházából kaptuk kölcsön, úgyhogy utána viszik tovább, úgyhogy ez az időszak áll fönt, ez az október hónap, amikor ezt meg lehet nézni. Aztán ezen kívül átadtuk a Sashalmi kiserdőben, én kiserdőnek hívom, mások nagyerdőnek, a Budapesti út és a Rafts pálya, talán így könnyebb a többieknek, Bányai Elemér utca, de mondjuk Rafts pálya, Piros Rózsa utca által határolt területen, a Pilisi parkerdő által fenntartott erdőben szerződtünk a Pilisi parkerdővel, hogy egy játszóteret hozzanak létre, ahol nem csak gyerekek számára, hanem felnőttek számára is vannak erősítő eszközök, meg van egy kis tűzrakóhely, nagyon jó sikerült kis focipályát alakítottak ki, úgyhogy ez tényleg egy gyönyörű hely lett, egy újabb játszóhely a kerületieknek, el lehet oda majd menni. És az erdőben levő játszótér átadására egy napon volt a Szent Mihályi búcs, úgyhogy nem csak Sashalmon, hanem Szent Mihályon is volt rendezvény, ahogy az szokott lenni Szent Mihály naphoz közel, most pont Szent Mihály naphoz a legközelebb levő vasárnapon volt a Szent Mihályi búcsú, kirakodó vásár, rendkívül jó fellépők, a gyerekek a Szent Mihályi iskolák, óvodákba járó gyerekek léptek fel, úgyhogy nagyon jó rendezvény volt. Érdemes volt oda elmenni azoknak, akik gondolták, hogy majd kimennek. Aztán ezen kívül volt egy sajtótájékoztató, a Szatmári Kristóf parlamenti képviselőnkkel közösen, ugyanis a budapesti földút megszüntetési program egy újabb szakaszához ért. A második és harmadik szakasz zártuk le, ismét pályázott az önkormányzat, ismét nyertünk, most 4 utcával. A Nógrád-Verőce utcának például az első szakasza, vagy hát kinek melyik az első, de a Veres Péter úttól levő szakaszát is elnyertük, úgyhogy ennek a munkája is rövidesen elkezdődik, ennek a útépítési munka is, meg ezen kívül 3 utcának. Úgyhogy az így ebben az évben eddig megnyert állami pályázat az közel 1,2 milliárd forint. Ehhez nyilván egy kis önrészt hozzá kellett rakni a kerületi önkormányzatnak, de ezzel együtt ugye 40 utat vállaltunk, és most már 50, talán 6. vagy 7. utca lesz, amelyik elkészül ebbe a időszakba, hál' Istennek a kormányzati támogatásnak. És átadtuk, illetve inkább úgy mondom, hogy megnyitottuk a nagy közönség számára a mezei őrszolgálatnál levő tanyaudvart, ugye amikor meghozták a bóriakat és kicsit elszaladgáltak, a helyi hírek is beszámolt róla, hogy Cinkotáig jutottak a bóriak és ott kapták el őket. Meg hát a lakók is már nagyon meg akarják nézni ezt a tanyaudvart, úgyhogy kénytelenek voltunk megnyitni, annak ellenére, hogy még majd jövő tavasszal még folytatódnak olyan munkák, amik szükségesek ahhoz, hogy át is tudjuk adni. Ugye itt van Bálint gazda gyümölcsöse is, illetve létrehoztuk a óvodások meg a kerületi lakók számára egy kis közösségi kertet, úgyhogy van 6 darab idézőjelben parcella, és ott lehet majd gazdálkodni, ehhez persze be kell előre jelentkezni a mezei őrszolgálathoz, ahhoz is, hogy most meglátogassák ezt a tanyaudvart, meg ahhoz is, hogyha akar valaki gazdálkodni ezen a néhány parcellán. Nagyon szépen köszönjük, és mi várható most az elkövetkezendő időszakban? Hát a legfontosabb következő rész talán az a jövő pénteken 3:30 átadjuk a Reformátorok tere második ütemét. Ugye ehhez állami pénzt nyertünk dedikáltan kifejezetten erre a játszótérre, illetve hát csúszdaparknak hívom én, mert 3, illetve 4 csúszda lesz ott, 2 trambulin, egy játszótér, és tényleg egy nagyszerű hely, nyilvános WC-vel, úgyhogy egy jó hely lesz, ezt jövő héten pénteken adjuk át 3:30. És vasárnap? Igen, vasárnap választás van, javaslom mindenkinek, hogy menjenek el választani. 3 szavazata van mindenkinek, főpolgármestere, polgármester és körzeti képviselőre lehet szavazni. Éljenek a szavazati jogukkal, jöjjenek választani október 13-án vasárnap. Úgy legyen. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen.